Sziasztok! Remélem vártátok már az Ötlettől a kerti partig sorozatom következő részét. Én nagyon örülök, hogy újra Diával alkothatok, és megmutathatunk valamilyen különleges csináld magad ötletet. Ma egy kicsit könnyebb projektet hoztunk, én arra tippelek, hogy olyan 3-as-4-es nehézségű fokozat között lesz, de hamarosan kiderül. Ha nem láttátok sorozatom korábbi részeit, akkor ide kattintva megnézhetitek, egy bárpultot, egy kínáló tálcát és egy virágállványt készítettünk eddig. Szia Dia, várod már a mai alkotást? Szia! Igen, nagyon várom, és köszönöm, hogy újra itt lehetek. Áruld el kérlek nekünk, hogy mi kell a mai Barkács projekthez? Hát, pár maradék léc, ami az előző projektekből megmaradt. Nézzétek meg Snapchaten, hogy mit csináltunk, és lesz a videó végén nyereményjáték is, úgyhogy feltétlen nézzétek végig, mert a saját Barkács munkátokhoz festékutalványt nyerhettek. Az asztali üzenőtáblához szükségetek lesz 4 darab 30 cm hosszú és 3 cm széles lécre, amit a raklap maradékokból vágtunk ki, úgyhogy a vastagsága adott volt, illetve 4 darab rövidebb lécet is vágjatok ki dekopírfűrésszel. Ezek 14 cm hosszúságúak. Ezekből a lécekből pici elvasak segítségével keretet fogunk majd összeszerelni, és az első és a hátsó oldala teljesen ugyanolyan lesz. Igen, és ezt fogjuk kezelni a PPG Trilac Trinát Aqua festékével. A táblákhoz szekrényhátfalat, vagy pedig rétegelt lemezt használjatok. Mi most egy 20x22 cm-es téglalapot vágtunk ki, és kolatex festékkel fogjuk lekezelni. A léceken kívül a következő alapanyagokra lesz szükséged. Festékre, fa alapozóra, ecsetekre, táblafestékre, pici zsanérokra, rétegelt lemezre, láncra és elvasakra. A keret összeállításával kezdtük a munkafolyamatot, ahogy látjátok a képen is, a két hosszabb léc közé betettük a két rövidebbet, és egyszerűen becsavaroztuk az elvasakat. Kettőt gyártottunk ebből a keretből, ez adja majd a tábla elejét és hátulját. Az alapozás után lefestettük krétatábla festékkel a táblákat, 3 rétegben. Miközben száradtak a rétegek, a kereteknek is adtunk 2 réteg gyönyörű szép ékék színű festéket, alaposan mindenhol bekentük őket. Körülbelül 15 perc alatt végeztünk a festéssel, és ezek nagyon hamar meg is száradtak, kezdődhetett is a szerelés. A táblánkat a keretre ragasztópisztolyjal rögzítettük, egy csík ragasztópisztoly mellé húzzatok mindenképpen faragasztót is, mert a ragasztópisztoly rövid távon nagyon hamar megköt és ott tartja, hosszú távon viszont a faragasztó alkalmas arra, hogy tartós megoldást nyújtson. Utána bepróbáltuk a pici zsanérokat a helyére, és bekalapáltam a szögeket. Ennyi volt összesen? Igen, ez a Barkács projekt nagyon egyszerű, érdemes ezzel kezdened, ha még nem próbáltad ki ezt a műfajt. Ha a léceket nem te vágod le, hanem egy barkácsboltban előre méretre szabottan megveszed, akkor még egyszerűsítesz a helyzeteden. Viszont a végeredmény eredményéből ez nem von le, egy különleges alkotás születhet a kezed által. Ha készen vagy, nincs is más hátra, mint vidám feliratokat varázsolni a táblára. Ez lehet egy vasárnapi családi menüsor, vagy valami vidám jó kívánság, amivel mindenkit mosolyra derítesz. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot rá, és ha szeretnétek részt venni a nyereményjátékon, ahol egy 10.000 forintos Trilac vásárlási utalványt nyerhettek, akkor írjátok meg kommentben a videó alá, hogy hova tennétek az üzenőtáblát. És hogy mit írnátok ki rá. Anita, még nem osztályoztuk ezt a munkát. Tényleg? Akkor tegyük meg most. Okay. Visszaszámolok, és mondjuk egyszerre, kíváncsi vagyok, hogy egyformán értékeltük-e. Oké. Okay. 3. 4. 3. Hát akkor majdnem. Az elején pont ezt mondtam a beköszönésben, hogy szerintem 3-as, 4-es között lesz. Akkor én eltaláltam. Igen. Iratkozzatok föl csatornámra is, ha nem szeretnétek lemaradni a folytatásról, és nézzetek be Snapchaten hozzám, ott egy kis vicces nyuszival kiegészítettük a sztorit. Azt láthatjátok. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot! Sziasztok!